A katasztrófavédelem, a rendőrség és a honvédség mindent megtesz azért, hogy az EON szakemberei helyreállítsák az áramot. A jó hír az, hogy az időjárási viszonyok jelentősen javultak, tehát ugye a szél mérséklődött, bár még elég intenzív a térségben, elsősorban ezen a szélcsatornán az Ibrány-Kemecsei térség, és a hóesés elállt, tehát a közlekedési viszonyok is javultak. A katasztrófavédelmi igazgatóság állományában 19 fő segíti az államszolgáltató szakembereit 8 gépjárművel. Megérkezett a Hunor, majd erről igazgató úr külön szól. Újra elrendelték a speciális mentőcsoportot. A rendőrség állománya 84 fővel és 38 gépkocsival vesz részt a munkálatokba, a honvédség pedig 25 fővel, és a térségben maradt a 10 lánctalpas kétértő jármű, és 3 szállító jármű, ezek a trélerek, amelyek szállítják ezeket a lánctalpasokat. Tehát mindenki a térségben maradt, ha szükség van rá, illetve hát folyamatosan dolgoznak, és az EON szakemberei körülbelül egy 30-40 perc ezelőtti jelentés szerint 204 fővel, 19 előgép és 63 gépjármű, egyéb gépjármű, javítógépjármű dolgozik. Szeretném önöknek elmondani, hogy a Védelmi Bizottság elnökeként, ahol újabb áramkimaradások voltak, fölvettem a kapcsolatot délelőtt a járási vezetőkkel, mint helyi Védelmi Bizottság elnökök, hogy jelentsék, hogy mi az adott településeken a helyzet, illetve nézzék meg, hogy hogyan tudnak segíteni a hibák feltárásában, hiszen majd a szakemberek elmondják, hogy oszlopkitörések, vezetékszakadások, porcelántörések, mi okozza az újabb áramkimaradást. 3 polgármesterrel beszéltem közvetlenül a sajtótájékoztató előtt, és most Kálmánháza polgármester jelentette, hogy visszakapcsolták az áramot. Kálmánháza szinte teljesen áram nélkül volt a kora délutáni órákban, illetve a reggeli óráktól. Kótaj polgármester azt jelentette, hogy ott van azon a néhány, ott részleges áramkimaradás van, néhány utcában, és azt ígérik az ott dolgozó EON szakember, hogy 18 óráig elhárítják a hibát. És beszéltem Dombrát polgármester asszonyával, aki szintén azt mondta egy órával ezelőtt, hogy a településnek több mint 50%-át, közel 2/3-át érinti az áramkimaradás, de ott is jelentős javulás várható.